Az alkoholos erjedés vizsgálata. Ehhez a kísérlethez boltban kapható pékélesztőt fogunk használni, és a kísérlet első felében az élesztőből 3-4 g-ot fogunk főző pohárba kimérni, majd pedig készítünk egy glükózoldatot, és ezzel úgymond egy szuszpenziót fogunk készíteni, glükózoldat és ugye az élesztőnek a segítségével. Tehát fogom a főzőpoharat, ráteszem a mérlegre, ezt követően tárázom, ugye most nem számoljuk bele a főzőpohárnak a súlyát, és adunk hozzá élesztőt, 3-4 g-nyit. 4,1 g élesztőt mértünk ki, ezt követően pedig glükózoldatot fogunk készíteni. Kivérünk 50 köbcentiméter desztillált vizet, ebben fogjuk feloldani a glükózt. A glükózoldatot szépen elkezdem az élesztőhöz adni, először csak egy kisebbet. Majd fokozatosan öntjük hozzá a többi oldatot. Csomómentesre elkeverjük. Közben itt már látható, hogy egy 35 fokos vízfürdőt készítettem elő majd ennek az oldatnak, amit elkészítettünk. Ehhez egy laboratóriumban használatos ilyen rezsót használunk, amit 500 fokig is föl lehet akár melegíteni. Előzetesen én már ráhelyeztem ezt a nagy főző pohár vizet. Érezhető is rajta, hogy már egyre melegebb. Ehhez a glükózos élesztő oldatunkhoz pedig 7 köbcentiméter borkősav oldatot fogunk hozzáadni. Ezt is kimérjük mérleg segítségével. Kimérjük a pontos mennyiséget. És 7 köbcentiméter desztillált vizet adunk hozzá, amit ezzel a 10 köbcentiméteres kicsi mérőhengerrel fogok pontosan kimérni. Ezt is elkeverjük benne.
Még egyszer megkeverjük. Összekeverjük az oldatot. Ezt követően pedig bele fogjuk helyezni ebbe a lombikba, amit ugye bele fogok majd engedni ebbe a 35-36 fokos vízfürdőbe, és a tetejére pedig egy egyfuratú gumidugót fogok ráhelyezni. Látható, hogy belehelyeztem egy üvegcsövet, illetve egy szilikoncsövet. A keletkező gázokat ezzel fogjuk majd kivezetni. Ráhelyezzük a gumidugót. Berakjuk a vízfürdőbe. Előzetesen készítettem meszes vizet, amelynek az elkészítési módja ugye úgy történik, hogy káciumkarbonát oldatot feloldunk desztillált vízbe, ezt követően pedig szűrőpapíron keresztül leszűrjük. És ebbe fogjuk belevezetni a keletkező gázokat. Most a kísérlet további részében egy 20 perces, fél órás inkubációs idő következik, amikor is a vízfürdőbe az élesztős oldatunkat úgymond inkubálni fogjuk. Az alkoholos erjedésnek a vizsgálatának a folytatása. Ugye készítettünk élesztő, glükóz, illetve egy kis borkősav segítségével egy élesztős szuszpenziós oldatot. Ugye a borkősavat azért raktuk bele, hogy egy kicsit savas legyen a környezet, ez kedvez az élesztő gombáknak a szaporodásához, illetve ugye a glükózt azért raktuk bele, hogy ezt tudják felhasználni táplálékforrásként a szaporodásukhoz is. Látható, hogy már több mint 20 perc eltelt a kísérletből, és látható, hogy a szilikoncsőnek a végén folyamatos gázképződés figyelhető meg. Ezt úgy láthatjuk, ugye, hogy buborékok keletkeznek itt a főző pohárba, és megbeszéltük azt is, hogy ugye ez egy meszes vizet tartalmazó oldat, és a meszes vizes oldat segítségével fogjuk meghatározni azt, hogy milyen gáz keletkezik. Öt perc elteltével látható, hogy a keletkező gáz hatására a meszes vizes oldatunk teljesen elhomályosodott. Ebből arra következtethetünk, hogy az élesztőgombák anyagcsereterméke, vagy hát anyagcseréje folyamán széndioxid gáz keletkezett, ugyanis a meszes vízbe ez újra ugye a káciumkarbonát képződést segíti elő, ezáltal ugye vált homályossá a folyadéknak a színe. Ezt követően most megvizsgáljuk az élesztős oldatunkból, hogy mennyi alkohol keletkezett. Le fogunk szűrni belőle 2-3 köbcentimétert szűrőpapír segítségével, ezt egy kémcsőbe fogjuk helyezni. Tehát szűrőpapíron átszűrjük. Ugye kiöntésnél is látszódott, hogy habzik, hirtelen felhabzott az élesztő oldat.
Tehát leszűrtünk körülbelül egy 2 köbcentiméter. 2-3 köbcentimétert az élesztős szuszpenzióból. Ehhez most töménykésavat fogok tenni. Majd ezt követően egy kis főzőpohárba csinálunk kálium dikromát oldatot, és szépen cseppenként hozzá fogjuk csepegtetni a kémcsövünkhöz, és megnézzük, hogy milyen színváltozás történik. És most szépen cseppenként hozzá fogjuk adni. Tehát kénsavat helyeztünk, cseppentettünk a kémcsövünkhöz, illetve kálium dikromát oldatot készítettünk. A reakcióban pedig az történt, hogy a narancssárga kálium dikromát oldat, ugye zöld színű króm-3-ionná redukálódott, illetve ezzel egy időben az alkohol átalakult ecetsavvá és vízzé.